Tavasszal szépen fejlődtek a szőlőtőkék, azonban az elmúlt hónapok időjárása jócskán kihatott az állapotukra. Szegmeister Ernő szőlőse szerénységben van, szerint az augusztusi csapadék az utolsó pillanatban érkezett. Így még van arra idő, hogy egy kicsit föllazuljanak az esőtől a bogyóhéjak, és egy kicsit megnőjön a bogyó, és legyen benne léanyag, mert egyébként a szárazanyag tartalma nagyon nagy, komplexitása nagyon nagy lesz a boroknak, napkitöréses év, ez mind nagyon-nagyon szép. Egyedül hiányzik egy kicsit hűvösebb idő az eleganciához, és hiányzik még tényleg a csapadék hiányzott. Bálint Ákosék szülője a horgosi határban található. Ezt a területet idén teljesen elkerülték az esőfelhők, a mostani csapadék jól jött, viszont kérdés, hogy segíthet-e még az idei termésen. A szülőszemek többsége nem ért el a kellő méretet. A szőlőt is megviseli, ugyanúgy, mint minden más növény. Tehát a szárasság, vízhiány az alapvető dolog, tehát az víz az kell. Szőlő is megsínlette, meg fogjuk érezni súlyba is, még szerintem a minőségben is, mivel hogy nincsen súlya, nincsen leva a szőlőnek, csond, őszegény, és hát bizony, hogy az idei évet majd meglássuk, de szerintem nem lesz egy csúcsév. A legtöbb szőlészetben várhatóan 3 hét múlva kezdődik a szüret, de akadnak olyan borszőlők, amelyeket már a napokban leszettek. A termelők a hozamokat illetően bizonytalanok, ennek ellenére bíznak abban, hogy a borok minősége a tavalyi évhez hasonlóan kiváló lesz.